Sziasztok, kedves barátaim! Üdvözlöm benneteken ezen a szép, csodálatos napon, Akshaya Tritiya. Párszor így említettem, egy pár héttel ezelőtt és tegnap is a mai programról, mai napról inkább, és gondoltam, hogy ma akkor mesélek nektek, egy kicsit fogok mutatni is pár szót, mit lehetne csinálni, és hogyan, hogy kedvező legyen a mai napotok, vagy napunk, mert én is ugyanazt szeretnék csinálni, és csinálok, és már kezdtem is. Gondolom, ti is elkezdtétek el jó kis pozitív hangulatban napotokat, akkor beszéljük róla. Ugye a saját Tritiya. Először beszéljünk egy kicsit asztrológiai szempontból, és utána majd beszéljünk a többiekről. Gondolom, hogy mindenki jó hallja engem. Én akkor mutatom nektek egy pár dolgot a Holdról és a Napról. Remélem, hogy a operatőrbe is fog kapcsolni a vetítést. Akkor, amit szeretnék nektek mesélni, hogy ugye kettő legfontosabb bolygó, ahogy fogtok mindjárt látni a képernyőtökön, a Hold és a Nap, az a kettő legkedvezőbb és legfontosabb bolygó minden ember életébe. És ami fontos benne, ez az, hogy a Hold, amire felelős, ez az, hogy most látom, egy kicsit késik nektek, fog késni a kép, nekem már egy másikat már mutat, de nektek még nem mutatja a Napot és a Holdot, de majd mindjárt. Közben akkor mesélek, nem baj. Akkor a Holdnak ugye a felelőssége, ez az érzelmek, ő irányítja az érzelmeket, és ugyanakkor irányítja, volt egy kis gubanc technikával, de nem baj, mi még mindig próbáljunk csiszolni rajta, és remélem most már halljátok mindent, akkor megint pár szót mondom, megkérem az operatőr mutassa meg megint a képernyőt, ahol van a Hold és a Nap, és ezek akkor legfontosabb bolygók a mi életünkben, minden ember számából, a Nap és a Hold saját jegybe van, ugye a Nap van a kósba, és a Hold van a bikába. Ez azt jelenti, hogy most a legerősebb energia, legpozitívebb energiát sugároz nekünk az a kettő bolygó. Ezért, hogyha valaki ezen a napon tervez valamit, vagy elkezdi bármilyen szinten cselekvést, akkor ő fog elérni, már akkor, már ezen a napon már garancia sikernek 75%-ba. És most szeretnék, mielőtt megyünk tovább, ugye beszélünk egy kicsit a természetnek a működéséről. Ugye a természetnek a működése különböző képen reagál az embernek az életére. Amit tegnap is említettem, itt fogtok látni most a képen, hogy ahogyan mi viszonyulunk a természethez, ugyanúgy természet válaszol felénk. És láttatok, ugye tegnap előtt milyen eső esett. Hogy az eső nagyon ilyen koszos eső esett, mivel nagyon sokszor nem értékeljünk a természetet, és gondoljuk, hogy bármit tehetünk vele, mindig fog sütni a nap, és tiszta eső fog esni. És akkor látjátok itt a képen, megkérem az operatőröd, mutassa meg azt a képet, hogy milyen eső esett, itt egy kis autót, ami le volt mosva, lefényképeztünk nektek, ugye, tegnap videóban is mutattam, milyen koszos eső volt. Mert természetnek ugye az egyensúlyos harmónia az kapcsolatban van a mi viszonyukkal az ő vele. És hogyan viszonyulunk vele,
azt most fogunk veletek megbeszélni, mert vannak törvények. Ugye a természet a szeretet törvényen működik vele. És ez a szeretet törvény, megint megkérem a prezentációt, mutassa meg a kedves operátor, a természetünknek a működés alapelve ez a szeretet. Mit jelent szeretet? Az azt jelenti, hogy ő nem várja el semmit egy szempontból. Ő csak ad. Ugye, amikor mi megyünk a fához, és szedjünk tőle gyümölcsöt, leveszünk a fából a gyümölcsöt, vagy a krumplit kiveszünk a földből, vagy leveszünk a ribizlit, akkor a természet nem kérte semmit tőlünk helyette, hanem önzetlenül nekünk segít, adományoz és adja a saját terméséket. Ez az alapelv a világnak, hogy a harmónia ezen múlik, az önzetlenségen. És Krishna is mondja a Bhagavad Gita-ba, aham sarvasya prabhavo mata saram pravartate, hogy én vagyok mindennek az alapja, minden rajtam nyugszik, én tőlem származik minden, én vagyok mindennek a forrása. Ez azt jelenti, hogy ez ő adja végül. Ez nagyon fontos megtanulni, látnunk, hogy igazából Isten, ő van minden mögött, és ez az önzetlenség felénk, ez tőle jön. Szeretne, hogy boldogok legyünk, és gondoskodik rólunk, adja nekünk finom vizet, finom gyümölcsöket, és így tovább, és így tovább. Ez az ő szeretetje felénk. Viszont, hogyha mi megbontjunk a természetet, ez azt jelenti, kezdjünk önző módon élni, kihasználni, az lehet nem csak természet, az kapcsolatokban. Ugye észrevetitek, gondolom, a kapcsolatokban, amikor mi valakinek adunk, önzetlenül, nem várunk el semmit, akkor van egy energia, ennek épülő energia, ugye teremtő energia, teremti a kapcsolatot, erősíti a kapcsolatokat, és ember kezd bízni bennünk, akihez mi fordulunk önzetlenséggel, segítséggel, és bízik, és akkor ő is akar nekünk valamit adni. Na ez az egyensúly és a harmónia törvénye. Az emberek között is így működik, természettel kapcsolatban is így működik. Hogyha én kizsákmányolni próbálok egy embert, mondom neki, ad nekem ezt, vagy próbálok építeni vele kapcsolatot, de szándékosan, és ő rájön, hogy igazából nekem nem őre van szükség, hanem arra van szüksége, ami nála van, akkor romlik a kapcsolat. Fennborítja az egyensúlyt, és ilyenkor ember vagy elzárja velem kapcsolatot, vagy ugyanúgy fog velem viszonyulni. Szóval az univerzum törvénye is így működik, hogyha én próbálok kizsákmányolni, vagy kihasználni valakit, vagy valamit, akkor az vissza fog hatni. Hogyha én nem viszonyulok úgy szeretettel valakivel, mondjuk a természettel, ahogy természet nekem ad mindent, akkor egy idő múlva ő vissza fog hatni. És akkor itt az első, amit látjunk, ez az eső. És az csak kezdet, lehet, hogy valamikor történni, amikor emberek nagyon-nagyon önző módon fognak élni a természettel, akkor lesznek problémák. De én nem ijeszteni akarok, hanem csak inkább meg akarok mutatni, hogy alapelv minden működik a szeretetten. És Akshaya Tritiya, ez a nap, hogy akarunk sikeres lenni, ez pont erről szól. Önzetlenségről és szeretetről, és erről most fogunk tovább mondani ezeket az elveket. Például akkor ezek szerint, hogy a szeretet és önzetlenség arra alapszik minden siker és boldogság, akkor mi a titka? Most erről szeretnék nektek mondani, hogy a titka az egészben az, hogy bármit, amit szeretnénk elérni, akkor nem kell gondolni saját magamra. De ezt mondja a Kovi,
is. Ugye ő csinálta egy statisztikát, körbejárta a sikeres embereket, nagyon sikeres embereket, és kérdezte tőlük, hogy mikor volt ez az időszak, amikor te lettél legsikeresebb, legnagyobb eredményeket értél el. És mindenki egyfajta választ adta neki. Azt mondták, amikor én nem az eredményre koncentráltam, hanem arra koncentráltam, hogy minőségi cselekvéseket végezzek. Akkor volt a legnagyobb eredmény. Szóval ez egy fontos, ugye minket most sajnos sokszor tanítják, inspirálják, hogy koncentráljál inkább az eredményre. Például vannak olyan dolgok, hogy bemész egy bevásárló központba, és már lehet ott kölcsönbe venni dolgokat, hitelre megvenni az árukat, és akkor majd részletre fizetsz. Ez nem harmónia, nem egyensúly szeretet, nem egyensúly cselekvés. Hogyha mi megnézzünk a joga gyakorlatban nem úgy volt, jogik rögtön kezdték levitálni, meg járni vízen, meg minden képességük megnyilvánult, a megvalósítások, és utána majd vezekelni kezdtek, hanem nem, az eredeti törvény úgy működik, hogy először mindig van vezeklés. Először az ember kell, hogy csináljon erőfeszítést, és az eredmény az fog jönni úgy is, így is, automatikusan. Erre tanítja Bhagavad Gita már első fejezettől, és te is tudjátok, ugye, hogyha gondoltok, mondjuk sporttól valaki szeretne elérni valami sportba, és akkor minden nap csak nézzen, miért még nem vagyok ott, miért nem értem még ezt az eredmény, miért, akkor holnap után már nem tudjunk gyakorolni, mert nincs eredmény. De hogyha mi, jó, van egy cél, fel van írva, és akkor most nem azt nézem, hogy hol az eredmény, hanem arra nézek, hogy hol van, hogy hogyan csináljuk, hogy koncentráljuk, hogy minőségi legyen a cselekvés, akkor lesz az eredmény. Így működik az életünk, hogy először mindig kell erőfeszítést hozni, és majd az erőfeszítés után fog jönni az eredmény. Ez a világnak a törvénye. Ugyanúgy, amikor mi akarunk enni finom epret, vagy valamilyen gyümölcsöt, akkor először el kell ültetni a növényt, utána kell ápolni, sok munka van mellette, és majd megfelelő időben megjön a gyümölcse. Ugyanúgy itt is, hogyha ember teszi erőfeszítéseket, és türelmes, akkor megfelelő időben nagyon csodálatos eredményeket fog kapni. A védikus rendszer ezt tanítja az embereknek. Gondolom, aki most hallgatja, életetőkbe ti ezt tapasztaltatok mindannyian, hogy ez tényleg így működik. És a védák ezt úgy neveznek, ezt a, egy szóval, ez a féle cselekvést, mindjárt fogtok látni képernyőtökön, hogy jagja. Hogy jagja az azt jelenti, hogy áldozat. Szóval minden áldozattal kezdődik. Mikor bármit, amit akarunk elérni, először áldozatot kell hozni. És minden áldozat. Hogyha a jógi először vezekléseket, lemondásokat végez, ez egy áldozat. Hogyha valaki szeretne kapni fizetést, pénzt, akkor először dolgozik, és utána áldozatot hoz, utána fog kapni eredményt. Ugye? És ez a jóság, ez egy harmónia és fenntartható élet. Amikor először mi próbáljunk mind kölcsön venni pénzt, és akkor mindent megvásárolni, és utána menni dolgozni érte, ez nem jóság, nem harmonikus, ennek lehet siralmas következménye. Nem fenntartható dolog. El lehet veszíteni mindent, mert rövid távon lehet eredmény. Na, akkor ezt a jagja és áldozat a Bhagavad Gita-ban Krishna magyarázza harmadik fejezetben, hogy hát áldozat nélkül semmi nem lehet. Ezt mondja Krishna. És utána mondja, jagyártha karmananyatra.
minden, amit csinálsz az életbe, az legyen, mint egy áldozat. És mi lesz utána? Mondja ugye ebbe a versben, amit látjátok itt a képernyőn. Jegyártat karmanonyat rá, lokajam karma bandana. Azt mondja, hogyha te így cselekszel, önzetlenül, akkor karma bandana. Ez azt jelenti, hogy ember karma által gusba van kötve. Le van kötve. Akkor meg fog szabadulni a karmának a bilincseitől. Mukta sanga samachara. Ez azt jelenti, hogy mukta sanga. Megszabadulsz minden szenvedéstől. A fenntartható boldogság itt kezdődik, amikor van egy áldozat, a jágya. Ez a törvény. Így működik az életünk. Aztán utána mondja ugye Krishna Bhagavad Gita-ban, hogy van többféle áldozat. Ugye vannak áldozatok, amikor tüzet raknak, és akkor mantrákkal áldoznak a ghee-t, ugye tisztított vajat, vagy gyümölcsöt. Van ilyen áldozat. Akkor van áldozat, mikor valaki csak segít valakinek, az is áldozza az idejét, áldozza az energiáját, ez is egy áldozat, valaki építi kórházat, megeteti szegényeket, amikor másoknak tesz valaki valamit önzetlenül, ez az áldozat, és annak van ez a következménye, hogy ember fog tisztulni. És áldozóknak van egy hierarchia, és Krishna azt mondja, hogy van a legmagasabb áldozat, ez cselekedj úgy, hogy yagya arthat. Hogy yagya szó, az azt jelenti, az egyik Istenek egyik neve. És azt mondja, az is egy áldozat, hogyha te minden úgy teszel, hogy Isten legyen veled elégedett. Ez is egy áldozat. Ez a yagya artha. És ezek között van sokféle dolgok. Van, ami mindenki teheti, és ami nagyon fontos, amit fogok is ma javasolni, egyik áldozat, ez adományozás. Ugye az adományozásunk mai nap nagyon fontos, nagyon kevés ember, aki szokott adományozni. Akik adományoznak, azok tapasztalják, hogy mennyire jó érzés, és milyen jó következmények vannak, de az adományozásoknak is van, úgy mondhatjunk így, hierarchiája. Lehet adományozni azoknak, akik kérnek pénzt, szegényeknek, lehet adományozni gazdagoknak, lehet adományozni mindenféle betegeknek, és lehet adományozni lelki célokra. Természetesen mindegyik áldozat között, majd fogtok látni képernyőn, egyik legfontosabb áldozat, ez az áldozat lelki célokra. Mert lelki célokra áldozott mindentől embert megszabadítja és megtisztítja, és minden embernek lelki eredményeket fog hozni. És itt látjátok idézet Srimad Bhagavatamból, második énekből, az áldozatnak a természetéről, hogy hogyan működik, és milyen visszahatások vannak, ugye mindig azt, amit adsz, azt kapsz, és amikor például adsz áldozatot, adományt egy egyszerű embernek, akkor ugyanennyit visszakapsz, az már jó, de hogyha valaki egy lelki szinten lévő személynek adja adományt, akkor megsokszorosítja, végtelen sok eredményt fog visszakapni, sőt, tisztul a karmától. És ez egy legerősebb áldozat, az adományozás. És milyen adományozások lehetnének, milyen adományok jó. Ugye, ahogy mondtam, a legjobb adomány az a lelki célukra, és azt jelenti, hogy lehet adományozni bármilyen templomokba, bármilyen vallásoknak, hogy vannak hiteles vallások. Én szeretnék mindenkit inspirálni, hogyha tudjátok mai napon, aki milyen
templomhoz tartozik, milyen valláshoz tartozik, az menjen ma, és próbáljon megadományozni oda. Persze el lehet kezdeni sok minden cselekvés mai napon, akár kapcsolatokat javítani, ez azt jelenti valamilyen önzetlen dolgot csinálni azokkal, akikkel akarunk kapcsolatot javítani, vagy egy nagy projektet bizniszbe, akkor hogyha megtervezünk mai napot, és hogyha ezekre a projektekre még adományozunk, akkor ez még nagyobb siker fog hozni, meg erre fog erősíteni nekünk a sikeret, az adományozást. És mellette a hatása, amikor valaki adományoz, amit előző díján ott láttatok, hogy sokszoros eredmény fog adni, de nem csak ez most csak a pénzről van szó, hogy ennyit adsz, ennyit kapsz, de lelkileg te fejlődsz, vagy én, aki adományzok, és az egész családom és a környezeteim, és sőt, az őseim, azok, akik már meghaltak, ebből az áldozatokból, az adományokból, ők is kapnak eredményeket. Szóval itt ez a különlegessége, ez a törvényszerűsége, a lelki törvény, ami az áldozatokkal kapcsolatban működik. Én pedig szeretnénk természetesen ajánlani, aki akarja, egyáltalán most ne vegyitek ez annak, hogy most ez is pénzre indul, egyáltalán nem várunk el. Mindenki mehetne, hogyha valaki zsidó, akkor menjen oda adományozzon zsinagógába, vagy bármilyen keresztény vallás, vagy Jehova, de hogyha valaki adományozzon mai napon, az nagyon kedvező lesz neki. És hogyha valaki szeretne, lehet Krisna tudatnak is adományozni. Itt nekünk van egy nagy projekt. Egy pár szót erről elmondom nektek, és mindjárt megkérem operatőrt, hogy valahol jelentsen meg az én e-mail címemet, meg lehet írni még a kommentekbe is, hogyha valaki szeretne, miután mindjárt elmesélek pár dolgot ezzel kapcsolatban. Lehet írni, mert azok, akik szeretnének adományozni Krisna tudatnak, akkor nekik fogok tartani egy külön kis ilyen online prezentációt, mondjuk így. De lényeg, hogy ugye van Krisna völgyi templom, templomban van egy oltár, és Budapesten van csodálatos oltár, és ennek a fenntartására van egy projekt, amit gyűjtünk adományokat, mert eléggé komoly imádatok vége mennek az oltárokon, és sok minden cselekvés van ott, és ez egy jó sok pénzből, ami meg tudjunk oldani, de a személyek, akik akarnak részt venni ebbe lelki cselekvésbe, akkor van lehetőség így adományozni. Ez a napi fenntartás egy oltárnak, ami mi próbáljuk lefedni 365 napot, és egy személy, aki adományoz erre a projektre, ezt a pénzt vagy bankba rakunk, és százalékra, vagy befektetjünk egy ingatlanba, vagy valahova, hogy ez mindig nőjön. És van egy nap, amelyeket ki lehet választani, hogy mondjuk én, Tóth László, szeretnék adományozni egy napra, fenntartás napra, ami nem egyszer csak fog történni, hanem minden évben erre napra van biztosítva az én adományból a fenntartást, és egyszer adtam egy összeget, és akkor annak mindig megy forgása, és mindig van egy százalék, ami biztosítja azt a napot, és az úgy hívják, hogy Nitya Seva. Nitya azt jelenti, hogy örök, Seva szolgálat. Hogyha én egyszer életbe ezt berakom, ugye adományzom, akkor, hogyha meg is haltam, az én napom az ott fog maradni az a naptáron, és évente egyszer az én nevemben vannak felajánlások.
minden kellék, amit ezen a napon kell ajánlani, úgyis oltáron, akkor az én nevembe fog törni. És akkor nagyon sok áldást fogok kapni. Krisnavében ki szokták rakni egy ilyen táblát oltár előtt, ahol lehet látni az illetőnek a nevét, vagy mai napon ilyen-ilyen személy szponzorálja az oltárnak az imádatát. Mindjára sok-sok áldásban fog részesülni, de Isten mindig visszatok. És természetesen mondhatjuk, Istennek nincsen szükség semmire, de ő szeretne rábízni magát ránk, hogy mi próbáljunk gondoskodni róla az oltár fenntartása keresztül. És megint, hogyha valaki már meg is halt, de ez a szolgálat, ez fog menni. Körülbelül 10 000 évre van tervezve a mostani Krisna tudatnak, a templomi oltároknak az imádata. Ez a személy az sose kerülni fog rossz helyzetre, pokolba, vagy valami ilyesmi nem fog kerülni, hanem mindig folyamatosan 10 000 éven keresztül biztosítva lesz neki egy lelki eredmény. Eléggé komoly és szép dolog. Elárulom nektek, hogy most mai napon már 4 személy, akit már ismerem pár éve, ajánlották. Ma fognak pont ajánlani, vagy ajánlottak az adományukat erre a célra. És akkor ugye ennek az összege, aki már most úgy nézi, jaj, pénzre van szó, akkor csukja be a fülét, aki lelkesen hallgatja, akkor elmondom összeget, 4 700 000 forint, vagy 750 000 forint, ami megy a számlára, vagy utána be lesz fektetve ingatlanra, amiből 10 000 év keresztül sose fogy ki ez az összeg, mindig az ember nevébe lesz ajánlva az imádat Krisnának. És ezt szokták különböző részletekbe fizetni egy néhány év alatt, és kapnak így, ez egy szép projekt, kapnak így áldásokat, 365 ilyen nap van, most 160 körülbelül van, akik elkezdték befizetni, és vannak, akik már készen állnak. És légy szíves, hogyha valaki akkor szeretne, akkor írjátok az e-mail címemre, vagy itt a kommentbe, és majd megszervezünk nektek egy külön kis részletes, akkor itt sok minden kulisza mögé dolgokról elmesélek, mi történik oltárokon, hogy lássatok, minden legyen átlátszó számotokra. Aki nem szeretne, egyáltalán nincsen baj, de legalább nagyon fontos, hogy valamilyen saját vallásukba, saját templomotokba, hogyha el tudjátok ma menni és egy kis adományt intézni, ez nagyon csodálatos lenne. És mindenkinek sok sikert kívánok, hogy érjetek el jó eredményeket, és remélem, hogy ma fogtok lépni egy pár érdekes kezdetekkel, tervekkel. Hogyha valakinek kedve van, írjátok, hogy hogyan kezdtétek a mai napon, valaki csinálta-e még valamit, lelki dolgokat, vagy új dolgokat, és akkor majd találkozunk. Köszönöm szépen kedves figyelmeteket, továbbra kívánok sikeres és kellemes mai napot, köszönöm szépen, és akkor majd találkozunk. Hare Krishna!